Nagyon örülünk annak, hogy a nagy templom adhat helyszínt ennek az eseménynek, amelyik visszaidézi Vásári Tamás gyermekkorát, hiszen az egyik nagyapja, Baltazár Dezső református püspök ebben a templomban szolgált, 1911-től volt a Tiszántúli Egyházkerület püspöke, Hajdúböszörményből, mint esperest hívták meg erre a tisztre, és a nagy templom lelkipásztora volt évtizedeken át. Úgyhogy itthon vagy, Isten hozott. Az az ember, akit most ünneplünk, egy olyan férfiú, aki nem csak eltöltötte ezt a 9 évtizedet, hanem töltekezett, hogy bennünket, zenét szerető embereket is feltöltsön. A zene papja lettél, és így követted nagyapád papi hivatását. Köszönjük neked, Tamás, ezt a 90 esztendőt, hogy nem csak hangokat, hanem szellemi üzeneteket kaphattunk tőled a koncerteken, és a mai estén is erre vágyunk. Nagy zenéket attól az isteni lélektől, amelyik a karmestert, a zongoraművészt, a hívő embert megihleti. Nagyon jó ma Debrecennek lenni, de ma elsősorban azért jó, hiszen Vásári Tamás is debreceni. És ezt a közösséget nekünk vállalni egy csodálatos dolog. A köszöntést, mint Debreceni Egyetem, hálával kell, hogy kezdjem a Vásári családnak és művész úrnak personálisan. Hiszen Baltazár Dezső püspök úr, a nagypapa, nagyon jelentős szerepet játszott az 1912. évi 36. törvény megszületésében Gróf Tisza Istvánnal együtt, ami a modernkori Debreceni Egyetemet létrehozta. És ahogy Fekete Károly püspök úr mondta, hogy ő házigazda, hát én is házigazda vagyok. Tudnék, a Debreceni Református Nagy Templom, a Debreceni Egyház, Debrecen megyei jogú város önkormányzata és a Debreceni Egyetem, ez egy egység. Ez egyként lélegzik, egyként cselekszik. Ez az ereje a városnak is, és remélem, hogy püspök úr ezt megerősíti, hozzájárul az egyház puvárjának a növeléséhez is, és ezért nagyon büszkék vagyunk, hogy mi együtt köszönthetjük művész urat a mai nap alkalmából, közelgő 90. születésnapja miatt. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem gondoltam volna, hogy 10 éves rektori pályafutásom csúcsa ez a nap lesz. De ez egy csodálatos nap, és művész úr fogadja a Debreceni Egyetem teljes odaadó kiállását és tiszteletét, és csatlakozom Fekete Károly püspök úrhoz, mi is elvárjuk 10 év múlva. És ahogy a Debrecen díszpolgára, úgy a Debrecen Egyetem díszdoktora, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy művész úr a mi díszdoktorunk. Kívánom, hogy még sokáig legyen az, és sokáig legyen büszke, lehessünk büszkék önre. Fogadja jó kívánságainkat, jó egészséget és hosszú életet kívánok. Tisztelt művész úr! Milyen érdekes a sors, hogy az a művész, aki zongoristaként és karmesterként is kivívta a helyét a legnagyobbak parnaszoszán, mégis kiváltságnak érzi a fiatalok zenei irányítását, és a tehetséggondozást tartja az egyik legfontosabb tevékenységének. Kedves Tamás, köszönjük, hogy őrzi és tovább élteti a művészetbe vetett hitünket, és nem csak születésnapján ajándékoz meg minket tudása és tapasztalata gazdagságával. A Nyári Akadémia teljes professzori és résztvevői gárdája nevében kívánunk önnek további alkotó energiát és feledhetetlen koncerteket. Hazajöttem több minőségben. Hazajöttem úgy, mint egy gyerek, aki itt élete legszebb gyerekkorát töltötte Debrecenbe, és hazajöttem, mint felnőtt, aki mindig úgy jöttem ide,
mindenek. És aki tényleg azt érezte itt, hogy mindenki testvér. Hát így jövök most is hozzátok, és nagyon meg vagyok tisztelve, és nagyon boldog vagyok, hogy én részemről is, amit tudok adni, az, hogy zenélek és zenéltetek a gyerekekkel, akik fantasztikusak egyébként, tehát olyan öröm, és mondhatom, nem kell megmondani a többieknek, de ez talán a legjobb zenekar itt, akivel dolgoztam.